Megyeszerte ünnepeltek, augusztus 20-án minden településen megemlékeztek Szent István királyról. Indul az évad, 6 nagy színpad és 4 kamaraszínházi bemutatóval várja a közönséget a 2017-18-as évadban a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Online kereskedelem. A magyar webshopok 2016-ban már a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom több mint 5%-át tették ki. Szent István király legnagyobb országépítő királyunk volt, az államalapító örökségét megőrizve halad és épül tovább országunk. Hangzott el augusztus 20-án Máté Szalkán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Túzséron a közösségek összetartó erejét emelte ki Sezták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke ünnepi megemlékező beszédében. Túzséron ünnepélyesen leleplezték a település új köztéri szobrát. A 4 méteres acélszobor egy révész tükörképe. A köztéri mű a nagyközség központjában helyezkedik el, az itt élők őseik iránti tiszteletét fejezi ki a szimbólum, hangzott el a rendezvényen. A szobor egy tuzséri házas pár, Pitti Zsuzsanna és Boros Miklós János alkotása. A révész szobor jelkép, amely kapcsolatok létesítését és ápolását hordozza magában, emelte ki Sezták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. A közösségek felhasználják állami ünnepeinket, nemzeti ünnepeinket, hogy egy régóta hiányzó alkotást bemutassanak a nagy közönségnek, és hogy a művész fogalmazott, igen, az akkor látszik ennek az alkotásnak a szükségessége, hogyha a hiányát észrevesszük. Most már ez itt lesz a tuzséri, aki a következő évszázadokra, és a hiánya az nyilvánvalóan fájna a helyi közösségnek, míg a létezése az most már természetes lesz. Tuzsér és a Tisza mindig szoros kapcsolatban álltak egymással. A folyó jelentősen befolyásolta az emberek életét, sokan halászattal foglalkoztak. A tuzséri rév egészen 1872-ig működött, ami fő bevételi forrást jelentett a településnek, az itt élő révészeknek pedig munkát adott. Államalapításunk ünnepén a település évfordulójára is emlékeztek. 805 éves idén településünk, és ennek tiszteletére is felavattunk egy szobrot, a Tuzséri Révész című szobrot, amely ezer szállal kötődik Tuzsér település. Ez a tuzséri ember életében ugye megalakulástól kezdve jelen van a Tisza, és ennél fogva a révész mesterség. Volt olyan időszak például, amikor a falu kétharmadát révésznek nevezték. Máté Szalkán a református templomban istentisztelettel kezdődött a magyar állam alapításának ünnepe. A Szent Korona hű másolatát láthatták az ünneplők, megáldották az új kenyeret. Az egész magyar kereszténység ünnepe augusztus 20-a, Szent István a legnagyobb országépítő királyunk volt, emelték ki az ünnepségen. Mi a városunkat építjük, épp ezért jelentjük be itt ünnepélyesek keretek között Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral azt, hogy 720 millió forintos területfejlesztési operatív programos pályázat elnyerése után megújul a komplett Kossuth utca, és nagyon-nagyon sok szép dolgot fogunk Szent István nyomdokain járva építeni Máté Szalkán az elkövetkezendő időszakban. Az ünnepségen kitüntetéseket adtak át, az István a király című rockopera dalait pedig a Talán Teátrum adta elő. Hat nagy színpad és 4 kamaraszínházi bemutatóval várja a közönséget a 2017-18-as évadban a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Az évadnyitó társulati ülést hétfőn tartották meg, amelyen szó esett a szabadtéri nyár programsorozatáról, a nyáron elvégzett fejlesztésekről, és bemutatták az új színművészeket is. Alig hanem ennek a fejlesztésnek örültek a legjobban a társulat tagjai, hiszen éveket kellett várniuk a színház bájróti függönyének lecserélésére. A háttérben már állnak a legelső darab, a szeptember 9-én bemutatandó, a Sátán kutyája című Sherlock Holmes történet díszletei. Ezzel veszi kezdetét a 2017-2018-as évad. A színházi évben színpadra kerül emellett az Illatszertár című darab, a nagy sikerű Chicago című musical, Friedrich Schiller Don Carlosa, a Hülyéje című végjáték, a Diótörő című zenés mesejáték.
A kamarában látható lesz többek közt az Asszony asszonynak farkasa, a Linen szépe című fekete komédiája, a gyerekeket pedig a Kék pék, a Maszmók Afrikában és a Mirbur kalandjaival várják. Az ügyvezető igazgató az évad nyitón szót ejtett a szabadtéri nyár programsorozatáról, amelynek előadásai ismét nagy sikert arattak a közönség körében. Mind nézettségben, mind bevételben sikerült pozitívat előrelépni. A nézettségi adatokat a tavalyi 91-ről 96%-ra emeltük, még az egyelőadásra jutó átlagbevételt is sikerült egy 100 ezer forinttal tovább növelni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szabadtéri nyár abszolút sikeresen zárult. Felújításoknál pedig nagyon sok olyan dolog volt, ami a korábbi években hiányzott, vagy úgy gondoltuk, hogy már nagyon ideje lenne megcsinálni. Többek között a Bajráti függöny, ami a 17-18 évvel ezelőtt átadott felújításoknál nem készült el, most viszont saját erőből, illetve önkormányzati forrásból sikerült ezt megoldani, valamint az ügyelői rendszer kicserélésre, felújításra került, új lakások kerültek kiépítésre, új tehergépjárművet szereztünk be. Ebben az évadban is több vendégjátékot teljesít Budapesten és Szatmárnémetiben a társulat, amelyet ősztől 5 új színész erősít. Közülük a kaposvári Kónya Merlin Renáta például a Diótörőben és a Chicagóban egyaránt fontos szerepeket kapott. Én jelenleg a Kaposvári Egyetem 5. éves, szeptembertől az 5. éves hallgatója vagyok, Urai Péter az osztályfőnököm, és Göttinger Pál felhívott, hogy lenne kedvem részt venni az idei munkákba, vagy a következő évi munkákba, és nagy örömmel fogadtam ezt a telefonhívást, úgyhogy már várom a munkákat, amik várnak rám. Az évadnyitón a közelgő Vidor Fesztiválról is szót ejtett Kirják Róbert, kiemelve, hogy a színház versenyprogram jegyeinek 93%-a már gazdára talált. A szervezők reményei szerint a fesztiválon telt ház előtt fognak játszani a meghívott társulatok. Az európai átlagnál gyorsabb ütemben növekszik Magyarországon az e-kereskedelem. A magyar webshopok 2016-ban már a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom több mint 5%-át tették ki. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az internetes áruházakat is éberen figyelik, és súlyos árakat fizethetnek azok, akik megpróbálnak elbújni a hatóság elől. De a vásárlóknak is érdemes figyelniük, mert az online kereskedés továbbra is számos veszélyt rejt magában. Van középen egy ajánló, bal oldalt vannak ugye a termékek. Stúdió felszereléseket hirdet honlapján ez a webshop. A kisvállalkozáson álló boltot nem tart fent, viszont termékei így is eljutnak az egész országba a vásárlókhoz. Az internetes áruház nemrég indult ugyan, de már így is jelentős forgalmat tudhat maga mögött. Ez nem egyedülálló, 2016-ban az online kiskereskedelem sikeres évet zárt. Ezt mutatja az is, hogy elérte a bűvös éves 1 milliárd eurós értékhatárt tavaly az összesített hazai online kiskereskedelmi forgalom. Ezzel a magyar webshopok a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom több mint 5%-át tették ki, derül ki egy internetes kutatásokkal foglalkozó cég felméréséből. Az európai e-kereskedelem továbbra is évi 12% körüli ütemben gyarapodik, míg a magyar szereplők ennél valamivel magasabb, 15-20% közötti átlagos növekedéssel számolhatnak a jövőben. Jelenleg komplett ágazatok kereskedelme költözik fel az internetre. Azért éri meg, mert igazából a webshop elkészítésen kívül, hogyha már meglévő árukészleted van, akkor igazából nem jelent jelentős költséget pluszban egy webáruháznak az elkészítése. Inkább itt is a marketing, meg az egyéb reklámköltségek, amikre nagyon oda kell figyelni. Azért érdemes neked webáruházat nyitnod, mert hogyha meglévő terméked van, és van egy meglévő üzleted, akkor ez egy plusz kiegészítés. Tehát igazából új vevőkre találsz. Internetes csomagküldő áruházakat csak egyéni vállalkozók vagy társaságok üzemeltethetnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1700 webshop működik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakembere is rendszeresen figyelemmel kísérik az internetes áruházak forgalmát és működését. Ezeknek a társaságoknak az ellenőrzése az operatív ellenőrzési területhez tartozik. Ez azt jelenti, hogy próbavásárlásokat csak úgy tudunk elvégezni, hogyha a teljes szolgáltatást, vagy akár a terméket megvásároljuk, igénybe vesszük. Tehát ilyenkor teljesen lebonyolítjuk magát a szolgáltatás igénybevételét, vagy a próbavásárlást, és a megkapott termék mellett, hogyha nem szerepel számla és nyugta, akkor természetesen a bizonytalanulási fegyelem megsértéséért akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatóak.
Nem csak a Nemzeti Adó és Vámhivatal előírásait kell figyelni a webshoppal rendelkező eladóknak. A fogyasztóvédelem területén is számos kötelezettséget írnak elő a jogszabályok a kereskedőknek, a megfelelő adatszolgáltatást, a visszaigazolási mechanizmust vagy az általános szerződési feltételeket illetően. Ezek megsértése is több millió forintos bírságot vonhat maga után, legszigorúbb esetben pedig a 2 milliárd forintot is elérheti. A bírságon túl pedig a vállalkozás 2 évre felkerül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fekete listájára is. Az e-kereskedelem nem csak kötelezettségekkel, hanem veszélyekkel is jár. Elsősorban a vásárlók számára, akiktől az adathalászok próbálnak meg különböző módszerekkel személyes és biztonsági adatokat kicsalni. Erre Begella Zoltán hívta fel a figyelmet a 35 perc című műsorban. Az igazságügyi és informatikai szakértő kiemelte, a megbízható webshopok esetén maga a hitelesítés már máshol, egy megfelelő biztonsággal védett oldalon történik. Abban a pillanatban, hogy átkerültünk erre a közbenső oldalra, már ugyanolyan biztonsági protokollokkal hitelesítenek minket, mint hogyha közvetlenül a bankkal állnánk kapcsolatba, és az a webhely és a bank pedig még magasabb szintű kapcsolatban áll egymással. Tehát nyugodtan, tehát nem minden áron, de nyugodtan ezeknek megadhatjuk a bankszámlaszámunkat, és megadhatjuk azokat a kódokat, amiket ő kér. A szakértő szerint adatainkat mindig kellő körültekintéssel adjuk meg. Az adathalászok gyakran az eredeti oldalhoz vagy szöveghez nagyon hasonló tartalmakkal csapják be az embereket. Éppen ezért a szakértő azt javasolja, az ismeretlen személyekkel, feladókkal, hibásan fogalmazott, nem egyértelmű vagy hiányos tartalommal, adatokkal rendelkező levelekkel, honlapokkal mindig legyünk bizalmatlanok és tájékozódjunk a hitelességüket illetően. 19. alkalommal rendezték meg Szatmárcsekén a Nemzetközi Szilvalekvár főzőversenyt. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzött és az élre állt a Kisvárda. A labdarúgó MB2 negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen Kondás Elemér együttese a Gyirmótot fogadta, és 1-0-ás félidő után 3-0-ra verte ellenfelét. A Kisvárda két másik 10 pontos csapat előtt jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a másodosztály tabelláját. 3 ezüstéremmel zárta a Fina Masters világbajnokságot Szokoldi Anna. A nyíregyházi úszónő 3000 méteres nyíltvízi úszásban szerzett második helye után, a 800 méteres gyorsúszásban és a 400 méteres gyorsúszásban is másodikként ért célba. Szokoldi Annát és az atlétikai világbajnokságon 6. helyet szerző Helebrand Mátét hétfőn köszöntötték a nyíregyházi városházán. A 19. alkalommal rendezték meg Szatmárcsekén a Nemzetközi Szilvalekvár főzőversenyt. A rendezvényen 23 csapat kavarta a helyi, nem tudom, szilvából készülő lekvárt. A csekelyek szerint a ciberét addig kell főzni, amíg öreg nem lesz. Nagy üstökben fő a lekvár Szatmárcsekén, ahol 18 évvel ezelőtt rendeztek először Nemzetközi Szilvalekvár főzőversenyt. A megnyitó résztvevőit köszöntötte a térség országgyűlési képviselője, Tilki Attila, aki augusztus 20-a alkalmából a Szent Istváni Intel megfontosságát hangsúlyozta. Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke, az erős közösségek fontosságát emelte ki beszédében. A magyar államiság megtestesítői azok az erős közösségek az erős és stabil központi hatalom mellett, amelyek ezeken a településeken jelen vannak, és az ilyen és hasonló rendezvények alkalmával bizonyítják összetartó erejüket, a hagyományaiknak a tiszteletét, és azt a szándékot, hogy ezeket a hagyományokat, ezeket magukévá tegyék, és tovább is vigyék, átörökítsék az utánunk következő generációkra. Az idén 23 csapat nevezett. A környékbeli települések mellett dunántúli, erdélyi, párciumi és kárpátaljai résztvevők térnek vissza évek óta a fesztiválra. Szatmárcseke polgármestere szerint összefogás nélkül elképzelhetetlen lenne a közel 2 évtizedes siker. Embert próbáló munka nem csak a szilvalekvárnak a elkészítése, hanem míg eljutunk odáig, hogy a katlanokat megrakjuk, a kis fa sátrainkat felépítjük, illetve leszervezzük a szállásokat, fellépőket, tehát iszonyatos munka, elmondhatom, úgy, mint a közmunkásainktól egész a benti köztisztviselői karig, bezárólag mindenkinek. Bár a tavaszi fagyok sok kárt tettek az idei termésben, mégis jó ízű szilvából készült a lekvár,
melynek titkát nemzedékről nemzedékre átadják egymásnak a csekélyek. A titka, hogy nem tudom szilvából, jó életből van főzve. Hát a ciberézését 2-3 óra hosszáig ciberézünk, utána még 6-8 óra hosszát ölegítésre meg kell még főzni, és azt körülbelül. A kétnapos rendezvényen a látogatók tájjellegű ételeket kóstolhattak, népi mesterségekkel ismerkedhettek, és számos hagyományőrző együttes bemutatóját is megnézhették a Szatmárcsekei Turisztikai Központ színpadán. Győzött és az élre állt a Kisvárda. A labdarúgó MB2 negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen Kondás Elemér együttese a Gyirmótot fogadta, és 1-0-ás félidő után 3-0-ra verte ellenfelét. A Kisvárda két másik 10 pontos csapat előtt jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a másodosztály tabelláját. A tavasszal még NB1-es Gyirmót ellen is győzelmi reményekkel lépett pályára a Kisvárda. A vezetést a 20. percben szerezte meg a házigazda, Lukasz jobb oldali beadását követően Décek fejelt kapura és a labda Sebőkavus közreműködésével a hálóban kötött ki. A folytatásban biztosan őrizte előnyét a Kisvárda, sőt a 79. percben újabb gólt szereztek a hazaiak. Ilics balról lévert középre, és a berobbanó Oltán pedig fejjel vette be a gyirmóti kaput. És még nem volt vége, a 84. percben Ilics bombáját csak kiütni tudta Sebők, Délszeg pedig az ötösről okosan a kapu bal felső sarkába fejelte a labdát, magabiztossá téve a hazai sikert. Nagyon nehéz mérkőzés volt, egy jó szervezett csapat ellen játszottunk, akik megpróbáltak mindent azért, hogy itt pontot vagy pontokat gyűjtsenek, de úgy érzem, hogy még ha volt időszak, amikor volt is passzív labdabirtoklásuk, uraltuk a játékot, vagy kontrolláltuk a játékot, és amikor megvolt a labda, akkor pedig próbáltunk építkezni és támadásokat vezetni, és abból szereztük az első gólt is, egy szép támadás végén egy szélről beadott labdát a Délcegelgő parádésan befejelt. Utána is meg volt kontrollal tartottuk a mérkőzést, az volt a lényeg, hogy mikor tudunk még egy gólt szerezni, mert azzal el tudtuk volna dönteni a találkozó sorsát. Erre egy kicsit várni kellett, és a mérkőzés vége felé, mérkőzés másik fél idő második felébe sikerült ezt megszerezni. Egy gyönyörű szabadrúgás után jól érkezett a Szergyi, és utána pedig még egy szép támadás után a kapus már bravúrral védte a Brana lövését, és a kipattanó pedig a Délcegelgő oda fejelte, hova kell. Jó, összeszedetten, szervezetten, fegyelmezetten futballolt a csapat, és én úgy érzem, megérdemeltük a győzelmet. 3-0 az magáért beszél, tehát 3 gól az 3 gól. A vendégek edzője nem volt elégedetlen csapat a játékával, a gólt viszont hiányolt a Molnár László. A játék nem volt olyan rossz, amilyen eredmény a végén szereztünk. 0-3, az kemény. Attól, mert a második fél időben nálunk volt a játék, tartottuk a labdát, gólhelyzetek voltak, 1-2, nem rúgtunk gólt. Ha rúgtunk volna gólt, akkor azt hiszem, hogy a meccs minimálisan döntetlen végzik. De az csak kérdés, hogy mi volna, ha volna. Futball kell játszani úgy, hogy gólt kell szerezni, és akkor jön eredmény. Gól nélkül nincsenek eredmények. Nekünk sajnos más mérkőzés egymás után nem tudtuk szerezni gólt. 3-at kaptunk, ebben kell valamit megcsinálni. Leülünk, megbeszélünk, és remélem, hogy második meccs ma jobb lesz, és eredmény is lesz. A forduló további eredménye a következők: Moson-Magyaróvár-Szegléd 0-1, Sopron-Békéscseba 0-0, Grosics Akadémia Szolnok 2-0, Kazincbalcika-Budafok 2-1, Soroksár-Budaörs 2-1, Dorog-Nyíregyháza-Spartakusz 3-0, Zala-Egerszeg-Siófok 5-2, Győr-Csákvár 2-1 és MTK-Vác 3-0. A tabella élén a Kisvárda áll, megelőzve a szintén 10 pontos MTK Budapestet és Kazincbalcikát. A Kisvárda szerdán Siófokon lép pályára.
Három ezüstéremmel zárta a Fina Masters világbajnokságot Szokol Dianna. A nyíregyházi úszónő 3000 méteres nyílt vízi úszásban szerzett második helye után a 800 méteres gyors úszásban és a 400 méteres gyors úszásban is másodikként ért célba. Szokol Diannát és az atlétikai világbajnokságon hatodik helyet szerző Helebrand Mátét hétfőn köszöntötték a nyíregyházi városházán. Öt számban indult és három ezüstérmet szerzett a Masters világbajnokságon Szokol Dianna. A nyíregyházi úszónő így megismételte két évvel ezelőtti kazanyi teljesítményét, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a két medencében elért második hely mellett egy érmet nyíltvízúszásban gyűjtött be a civilben fogorvosként dolgozó sportoló. Elmondása szerint a 3 kilométeres ezüstér kellett a legjobban megdolgozni az úszónőnek. A 3 kilométeres hosszú táv az volt a legnehezebb, meg abba fáradtam ki a legjobban, és ott nagyon nehéz volt az egész verseny maga is. Nem csak, hogy ezüstöt nyerni, hanem maga az úszás is, meg a körülmények is nagyon nehezek voltak, amihez én nem vagyok hozzászokva. Aki medencébe edz, az nem tudja, hogy milyen egy nyíltvízen úszni, bár már úsztam és nyertem is nyíltvízen, de most ez a Balaton, ez egy teljesen más arcát mutatta, mint amit eddig úsztam hosszú távon. Nyíregyháza polgármestere elmondta, hogy két alapsportágban sikerült olyan eredményeket elérni, amelyek példaként állíthatók a fiatalok elé. Ez nagyon nagy büszkeség Nyíregyházának, nyíregyháziaknak, hiszen óriási eredményeket értek el, mind Diabid Máté, és természetesen az önkormányzat támogatja, de külön köszönet azoknak a cégeknek, akik az ő felkészülésüket segítették. És hát azt gondolom, hogy ez igazolja egyrészt azt az infrastruktúrális programunkat, ami a sport terén folyamatosan már évek óta megvalósul, és hát az utánpótlás remélem mind a két nagyon fontos területen, úszásban, atlétikában, Nyíregyházának nagy hagyományai vannak. Azt is jelenti, hogy a gyerekek számára itt van két példakép, és remélem, hogy ez majd meglátszik az eredményekben is. Szabó Tünde sporthét felelős államtitkár szerint óriási eredmény a hatalmas mezőnyben szerzett 3 érem. Nagyon büszke voltam rá, hogy ugye ezüstérmeket nyert, ő közben azt mondta, hogy szeretne aranyat is, és hogyha aranyérmet nyer, akkor abba hagyja az úszást. Mondtam, hogy talán akkor jó lesz nekünk az ezüstérem is. Lám-lám 3 ezüstöt szerzett, de óriási teljesítmény, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy csak nem 10 000 nevező érkezett hazánkba az úszás sportágban a Masters világbajnokságra, és itt helytállni ilyen közegben azért ez tényleg felemelő volt. Szokol Dianna ebben az évben még több versenyen rajtkőre áll, Helebrand Máté pedig két viadalon indul el szeptember első felében. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Szent István király legnagyobb országépítő királyunk volt, az állam alapító örökségét megőrizve halad és épül tovább országunk, hangzott el augusztus 20-án Máté szalkán. Tuzséron a közösségek összetartó erejét emelte ki Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke ünnepi megemlékező beszédében. Tuzséron ünnepélyesen leleplezték a település új köztéri szobrát. 6 nagy színpad és 4 kamaraszínházi bemutatóval várja a közönséget a 2017-18-as évadban a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Az évadnyitó társulati ülést hétfőn tartották meg, amelyen szó esett a szabadtéri nyár programsorozatáról, a nyáron elvégzett fejlesztésekről, és bemutatták az új színművészeket is. Az európai átlagnál gyorsabb ütemben növekszik Magyarországon az e-kereskedelem. A magyar webshopok 2016-ban már a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom több mint 5%-át tették ki. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az internetes áruházakat is éberen figyelik, és súlyos árat fizethetnek azok, akik megpróbálnak elbújni a hatóság elől. De a vásárlóknak is érdemes figyelniük, mert az online kereskedés továbbra is számos veszélyt rejt magában. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 21-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Légköri front nem éri el a Kárpát-medencét. Többnyire alacsony nedvességtartalmú, de még viszonylag hűvös levegő áramlik térségünk fölé.
Az éjjel eleinte változóan felhős idő várható, majd kiderül az ég. Egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északi szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható. A délutáni esti órákban helyenként előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás. A gomoly felhőkből inkább csak szerdán fordulhat elő északkeleten egy-egy zápor. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már országszerte kánikula, hőség várható.